A múlt héten mínusz 7 fokig süllyedt a hőmérséklet, hajnalra lefagytak a gyümölcsösök a megyében. Az alma, a körte és a medgyes kertekben egyes helyeken akár 90%-os terméskieséssel is számolhatnak a gazdák. A károkat 15 napon belül kell bejelenteniük, a kárfelmérés folyamatos. A probléma több tízezer embert érint a megyében, sok családi gazdaság megélhetése került veszélybe, hívta fel a figyelmet Veres János, szocialista frakcióvezető a mai közgyűlésen napi rendek előtt. Én azt javasoltam, hogy a megyei közgyűlés ne maradjon csendben ebben a kérdésben, hanem kezdeményezze a kormányzati szervek felé a kár tényéről való tájékoztatást, valamint azt, hogy a kormányzati szervek alakítsák ki minél gyorsabban azt az intézkedés csomagot, ami segíthet a megyei termelőknek a talpon maradásban. Döntés született arról, hogy a közgyűlés levélben jelzi az agrárszaktárcának a károkat. Az uniós kifizetések előrehozatalával ugye ez a leggyakrabban alkalmazott és a operatívabb eszköz, ami leginkább segíthet a gazdáknak, ugye aki gyorsan, az kétszer ad, tehát ez erre a helyzetre is igaz nyilvánvalóan, azért, hogy ne fejezzék be a gazdálkodást, vagy túlélésüket, segítsük ebben a nehéz helyzetben, és hát más egyéb lehetőségek is vannak még, hogy segítenessen a gazdáknak. Ugye nagyjából az a rendszer már kialakult, vagy remélem egyre többen beléptek, ami a biztosítási rendszert jelenti. Tehát ez egy újabb figyelmeztető jel arra, hogy már a mostani fagykár, hogy ebbe a rendszerbe mindenki belépjen. A mezőgazdaságban nem csak a fagykár jelent problémát, reagált Adorján Béla, a Jobbik frakció vezetője. A vízhiány, a korszerűtlen vízgazdálkodás is hátráltatja a megye agráriumát. Az a kezdeményezés véleményem szerint, amit mi most itt megtettünk, nevezetesen, hogy minden olyan szakigazgatási szerv készítse el a saját szemszögéből azokat a fontos elemzéseket, amik egyébként ezt az állapotot tükrözik. Vázolják fel, hogy mi fog történni, hogyha nem teszünk semmit, és vázolják fel, hogy ők milyen megoldási javaslatot javasolnak. Ez meg fogja menteni a számunkra most jelenleg legfontosabb prioritásra bíró mezőgazdasági tevékenység létét, jövőjét és fejlődését. Az összesített adatok alapján csökkent a bűncselekmények száma és növekedett a rendőrség nyomozási eredményessége az elmúlt évben. A testület elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság 2015-ös beszámolóját. Csökkent a vagyon elleni bűncselekmények száma is. A javuló adatok mögött ott áll a térfigyelő kamerák kiépítése, a polgárőrség segítő munkája. A 24 órás rendőri lefedettséget biztosító programnak köszönhetően is javult a közbiztonság. Lehetőleg még szorosabbra kell fűzni az együttműködést, főként a helyben szolgáló körzeti megbízott és a lakosság között, hiszen ez lehet záloga annak, hogy egy településen valóban érezhetően javuljon a közterületnek a biztonsága. Örömmel mondhatom, hogy az elmúlt esztendőben, 2015-ben csökkent a megye területén rendőri eljárásban regisztrált bűncselekményszám, és döntő volt a közterületen elkövetett jogsértések száma csökkenése is. A rendőrség egy új épülettel gazdagodott Kemecsén. A régi városházánkat, ugyebár egy új városházat adtunk át november 11-én, mi ebbe beköltöztünk. A régi városházánk üresen maradt, és mivel a rendőrség épülete, amelyben most tartózkodik Kemecsein, a kemecsei rendőrös, az méltatlan és alkalmatlan a feladat ellátására. Itt a régi városházat is felújítottuk, átalakítottuk a korszerű körülményeknek. Ezt az épületet szívességi használatba átadjuk a rendőrőrs részére. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság 2015-ös munkájáról is beszámoltak a közgyűlésen. A szervezet maradéktalanul ellátta a ráháruló feladatokat, mondta Varga Béla igazgató. Az igazgatóság mintegy 3000 önkéntest készített fel, 18 millió forint pályázati forrást nyert informatikai és eszközfejlesztésre. Országos szinten 14 milliárdos uniós forrást használhatnak fel a jövőben eszközökre, ami javíthatja a beavatkozások hatékonyságát. Az már megszokott, hogy mind a megyei rendőrfőkapitányság, mind pedig a katasztrófavédelem magas színvonalú tájékoztatót hoz be a megyei közülés elé. Ami igazán nagy öröm az, hogy egészen jó eredményekről tudtak beszámolni, és hát az látható volt a szavazásból, hogy egyhangú szavazással és nagyon nagy köszönettel zárta a katasztrófavédelem és a rendőrkapitányság felé is a döntést, ugye a megyei közülés. A testület döntött uniós pályázatok előkészítéséről és zárt ülésen, megyei kitüntetődíjak adományozásáról is.